Április 16-án Újbuda önkormányzata támogatásával az önkormányzat tanácstermében valósult meg az a rangos szakmai esemény, amelyet a hangvilágnapja alkalmából a fővárosi pedagógiai szakszolgálattal együttműködve a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság szervezett. Újbuda polgármestere a logopédusok foniáterek munkáját méltatta, és örömét fejezte ki, hogy a hangvilágnapján ez a rendezvény Újbudára érkezett. Jankó István önkormányzati képviselő dolgozott azért, hogy a hangvilágnapján rendszeresen megrendezett szakmai szimpózium helyszíne Újbuda lehessen. Az én szakmám logopédus, és így kerültem kapcsolatba a társasággal. Sok régi barátom jött el erre a konferenciára, és hagyj említsem meg Balázs Boglárka nevét, nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá. Ő régen a 60-as, 70-es években nagyon-nagyon híres foniáter volt, szerintem még most is praktizál, és nagyon sok híres színész, illetve operaénekes rekedtségét tudta pillanatok alatt meggyógyítani. És én úgy gondoltam, hogy Újbudának csak javára válhat, hogyha egy ilyen társaságot meghívunk ide, természetesen ingyen és bérmentve adjuk a termet, és ők boldogan fogadták el a meghívásunkat, és gondolom mindenkinek megelégedésére egy nagyon jó szakmai konferenciát fognak megrendezni. Mosányi Emőkétől a szakmai szimpóziumot szervező társaság főtitkárától megtudtuk, hogy a hangvilágnapján a színészek, énekesek, foniáterorvosok és logopédusok és minden olyan szakmai szervezet, amely a hanggal foglalkozik, megünnepli ezt a napot az egész világon, és az elmúlt évtizedben már hazánkban is rendeznek jeles eseményeket április 16-án. A nyelven nagyon sok terület foglalkozik, nem csak a logopédia, nem csak az orvostudomány, és itt elsősorban a foniátria, hanem bizony a nyelvészek, fizikusok, akusztikusok is foglalkoznak vele, és természetesen a használók, a művészek, színészek és énekesek. Ennek a konferenciának és egyáltalán a társaságunknak az a küldetése, hogy egy interdisziplináris, tehát egy minden területet átfogó, a hang körül, a beszéd körül minden területet átfogó rendezvényeket hozzon létre, és egyesítse ezeket a szakmákat, hisz csak együtt tudunk tenni a hangunkért. Ma nagyon-nagyon érdekes előadások lesznek, hiszen a fő területe az, hogy az ének és a beszéd hangnak az összekapcsolása. Tehát olyan operaénekesek, beszédtanárok, karvezetők jelennek meg, akár népdalénekesek is, akik összekötik egy kicsit azt, hogy a beszéd mennyire tudja befolyásolni az énekhangot, illetve fordítva, hisz a szakmánk nagyon látszik az, hogy nagyon sok esetben olyanokkal keresnek meg bennünket, amikor bizony az éneklésnél van gond, de közben kiderül, hogy hát a beszédhangunkat használjuk rosszul.